120 évvel ezelőtt, 1902. január 19-én született, Jogsz József, piarista szerzetes, matematika-fizika szakos tanár. 1925 őszétől 1933-ig, illetve 1951-től 1969-ben bekövetkezett haláláig Kecskeméten tanított. Szaktárgyain kívül kémiát és légoltalmi ismereteket is oktatott, emellett vezette a különböző műhely gyakorlatokat, a matematika, majd a technika szakkört. Szívesen adta tovább fényképészeti ismereteit is. Két évig volt Kecskemét város matematika és fizika tanári munkaközösségének vezetője. Az 1962-63-as tanévtől már mint csak óraadó és helyettesítő működött a gimnáziumban. 1964-ben házfőnöknek nevezték ki. 1969. márciusában Kecskeméten hunyt el.